labdarúgó pályafutásomat azt többen ismerik. PVSK-nál kezdtem futballozni 77-be, onnan 81-be átmentem a PMSC-be, onnantól kezdve 93-ig a PMSC-be játszottam, utánpótlás és felnőtt szinten. A 93-ban eligazoltam Újpestre, ott 96-ig voltam, 96-ban az MB2-es DDK-hoz visszaigazoltam Pécsre, onnan fél évkor a PMSC-be, és a 97 nyarán Ausztriába igazoltam kisebb osztályú csapatokhoz. Utána a PVSK-nál kezdtem utánpótlásba dolgozni, majd a PMSC-nél, 15 éve dolgoztam körülbelül a PMSC-nél, akkor váltottam. A Megye 1-es PVSK felnőtt csapatát kellett bent tartani a Megye 1-be, és szakmai vezető is voltam annál a klubnál, másfél évig dolgoztam ott. Utána hívott a Szent Lőrinc, és a Szent Lőrinc utánpótlásában kezdtem dolgozni, majd kicsit előbb, mint az őszi szezon vége, a felnőtt csapat irányítását vettem át, és onnan 2,5 évig a felnőtt csapat edzője voltam. Onnan visszakerültem a PMSC-be, és másfél évig voltam a PMSC-n, és utána jöttem ide Szekszárdra. Összes mérkőzésen vagy, milyennek láttam a mérkőzést? Hát a győzelem ellenére az első fél időben nagyon keveset tudtunk megvalósítani abból, amit gyakoroltunk egész héten. Talán a görcsösség nyomta rá a bélyegét az első fél idei játékunkra, de mivel sikerült a szerencsés körülmények között megszereznünk a vezetést, a második fél időben már felszabadultabban tudtunk játszani, és rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. Hát ezeket rendszerint elhibáztuk, de azért sikerült kettőt még értékesíteni, és így bebiztosítottuk a győzelmet. Kinek a játékához volt elégedett ma? Hát úgy gondolom, hogy a hátsó alakzat az stabilnak mondható volt a mai mérkőzésen. Azon belül a két belső középpályás játéka is tetszett, de hát mindenki hozzátette a magáét ezen a mérkőzésen. Most jön egy szünet. Mire készül a csapat? Hát mindenképp arra készülünk majd, hogy minél jobb erőbe legyünk, minél tudatosabban tudjunk futballozni a tavaszi szezonba, és hogy kiharcoljuk a bennmaradást.